A magyar népmese nemzeti kincsünk, amit minden magyar gyermeknek meg kell ismernie. Boldog István országgyűlési képviselő a választókerülete mind a 48 óvodájába elviszi a magyar népmesét ajándékcsomag formájában. 2018. január 18-án Törökszent Miklóson a Bethlen Gábor református óvodában adta át a gyerekeknek a többek között mesekönyvből és társasjátékból álló csomagot. Tisztelt Esperes úr, kedves óvónénik, kedves Dajka nénik, kedves gyerekek! Én elhatároztam, hogy a magyar népmesét, ami egy kincsünk, amit az őseinkben örököltünk, azt a körzetem mind a 48 óvodájába elviszem, hogy mindenhol ebből a népmese kincsből át tudjanak adni az óvónénik, a Dajka nénik a gyerekeknek. Persze sokféle mesekönyv van, meg sokféle népmesekönyv is van, mert ugye Benedek Elek bácsi kezdte a népmesegyűjtést, és még sokan mások gyűjtötték a népmeséket, és például ebben a könyvben is előfordul, mert a kisfiamnak én is olvasom, hogy ugyanaz a történet egy kicsit máshogyan le van írva még egyszer. És így van ez a népmesékkel is, hogy lehet, hogy van olyan népmesekönyv itt az óvodában, amiben benne van ugyanaz a történet, ami ebben a könyvben, csak lehet, hogy egy kicsit máshogy hangzik, mások a szereplők. Mert a népmeséket annak idején az őseink, azok még szájról szájra hagyományozták, és gyakorlatilag olyan történeteket meséltek el, amik velük történtek meg. És a megtörtént eseményeket próbálták tovább hagyományozni, hogy ugye, hogyha valakivel történt valami furcsaság, ha lehet, akkor tanulságot levonva az mással ne történjük meg. Én örülök neki, hogy ide is elhozhattam a magyar népmesét. Ez a csomag tartalmaz egy mesekönyvet, amiben 100 mese van, egy DVD csomagot, amiben 100 rajzfilm van, egy kártyajátékot és egy társasjátékot. Fogadják nagy szeretettel, használják egészség, és én szeretnék elolvasni egy népmesét a gyerekeknek, amit én a nagymamámtól hallottam. Volt egyszer egy öreg király, és annak 3 szépséges lánya. Az öreg király szerette volna férjhez adni a lányait, mielőtt még meghal. Csak azt nem tudta eldönteni, hogy melyiknek adja a 3 országa közül a legszebbiket. Azt gondolta magában, annak adja, amelyik őt a legjobban szereti. Meg is kérdezte őket. A legnagyobbik azt felelte, én úgy szeretem édesapámat, mint a galamba tiszta búzát. Hát te gyermekem, kérdezte a középső. Én úgy szeretem, mint forró nyárban a szendőt. Hát te leányunk, kérdezte a legkisebbet. Úgy szeretem édesapámat, mint az emberek a sót. Azért érkeztem ma Törökszent Miklósra ide, ebbe az óvodába és az összes többibe is, mert elhatároztam, hogy a körzet mind a 48 óvodájába elviszem a magyar népmesét, illetve a Kárpát-medence néhány óvodájába, illetve felkértem Magyarország kormányát, hogy a Kárpát-medence összes magyar óvodájába juttassák el a magyar népmesét. Hoztam egy szép csomagot minden óvodába, így ide a református óvodába is. Nagy sajnálatomra a városi óvodákban nem lehetett fotót készíteni, így ott csak a óvoda előtt tudtunk fotót készíteni, illetve a katolikus óvodában még nem kaptunk engedélyt, hogy átadjuk a magyar népmesét, bízom benne, hogy ez is meg fog érkezni. Nagyon örülök neki, hogy itt a református óvodában nagy szeretettel fogadtak, és a gyerekek nem csak hogy örültek a népmesének, amit olvastam, hanem utána még szép énekkel köszönték meg ezt a népmesét. Én bízom benne, hogy a magyar népmese, ami a nemzeti kincsünk egy része, az minden gyermekhez eljut a Kárpát-medencében, minden magyar gyermekhez, és minden magyar gyermek tanul ebből, és majd át fogja adni a gyermekeinek, az unokáinak. Mi a célja képviselő úrnak ezzel a programmal? Én abban bízom, hogy a Kárpát-medencében 1000 év múlva is magyar szótól lesz hangos ez a medence. A magyar nemzet lesz a legmeghatározóbb nemzet itt a Kárpát-medencében. Ehhez arra van szükség, hogy a hagyományainkat, a kulturális örökségünket, a nyelvünket, azt ápoljuk és átadjuk a gyermekeinknek. És miután mondtam, hogy a nemzeti kincsünk egy része a magyar népmese is, így abban bízom, hogy a magyar népmesén keresztül ezt meg tudjuk tenni, hogy a gyermekeinknél már elkezdjük a magyarság tudatra nevelést. Ugye szeptemberben kezdtük ezt az akciót Benedek Elek születésnapján, tehát nagyon hosszú, mire ezen a 48 óvodán is végigjutottam, hiszen még mindig van Mezőtúron és 2 pónovoda, ahol nem voltunk, illetve itt reményem szerint majd kapunk engedélyt a katolikus óvodába is, hogy elvigyük a magyar népmesét, amennyiben nem, természetesen akkor az érsek úrnak el fogom juttatni, hogy akkor adják át ők, mert én nagyon szeretném, hogyha tényleg minden óvodába jutna.
Természetesen van a nagyobb generációnak is tervem, és hogyha megkapom a választók bizalmát, akkor, és megkapja miniszterelnök úr is, hogy egy újabb ciklusra kormányt alakíthasson a Fidesz-KDNP, akkor már van egy olyan tervem, amit javasolni szeretnék a kormánynak, hogy a nagyobb gyerekeknek, az iskolásoknak milyen olyan magyar könyvgyűjteményt kellene eljuttatni, amely a magyarságunkat, a magyar történelmet, a magyar hagyományainkat tartalmazza, és természetesen ennek a könyvnek minden egyes kárpát-medencei magyar iskolába el kellene jutni. Említette képviselő úr, hogy a kormány előtt van már ez a tervezet, ami az óvodákat illeti. Hogy áll lényegében most ez a projekt? Gyakorlatilag kidolgozás alatt van. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma most dolgozza ki, hogy az óvodákba hogyan tudnánk eljuttatni ezeket a mesekönyveket. Nyilván ennek az a feltétele, hogy megkapjuk a bizalmat ismételten, hiszen itt a kormányzati ciklus vége, de én nagyon bizakodó vagyok, hogy újra bizalmat kapunk, és akkor már akár az idei esztendő második felében elkezdhetjük a magyar népmesét minden egyes Kárpát-medencei óvodába eljutatni. Itt a vége. Tetszett a mese? Igen! És hallottál ezt a mesét? Igen! Nem baj, majd óvónénik még 99 ilyen szép mesét olvasnak nektek. 99! Boldog István országgyűlési képviselő egy ajándékcsomaggal lepte meg az óvodát. Mit szóltak ehhez, hogy fogadták? Hát nagy szeretettel és nagy örömmel fogadtuk. Mindig jó esik, hogyha a feladat ellátásunkban valami külső segítséget kapunk, és azért ez a segítség nem most kezdődött el, hogy a népmeséket megkaptuk, és képviselő egy pár egy mesét is felolvasott a gyermekeknek, hanem itt a korábbi évek során is együtt munkálkodtunk már annak érdekében, hogy ez az óvoda minél alkalmasabb legyen a feladat ellátására, és ahogy bejövünk a kapun, van ott egy felirat, hogy a területi operatív program keretében 78 millió forintot nyert a református egyházközség, mint az óvoda fenntartója, hogy tudjuk modernizálni és bővíteni ezt az óvodai létesítményt. Nagyon fontos és nagyon nagyra értékeljük a köztársaságon kormányának azt az elképzelését, hogy a óvodákat, azon belül az egyházi óvodákat is fogja támogatni. Sajnálatos módon a rendszerváltozás utáni első években az egyházi óvodáknak a kérdése nem került elő olyan hangsúlyosan, mint ahogy az elmúlt évek során előkerült, és ennek az eredménye volt az, hogy itt Jászai-Kunszolna megyében a mi óvodánk elnyerhette a területi operatív programnak ezt a támogatását, és ha itt szétnézünk, akkor azt láthatjuk, hogy a nyílászárók, a fűtés, világítás, korszerűsítés fog megvalósulni, és ami egyedülálló dolog, hogy a gyermekeknek lesz itt saját tornaszobájuk, és nem kell a református iskolának a tornaszobáit akkor hasznosítaniuk, és hát a modernizálás, az energiatakarékosság jegyében napelemekkel is minden mással el lesz látva ez az intézmény. És már itt nem törökszentmiklósi ügyként szeretném elmondani, hogy országosan a Magyarországi Református Egyház 30 milliárd forint támogatást kapott annak érdekében, hogy 70 óvodát akkor tudjanak modernizálni, illetve tudjanak létesíteni, és ennek a programnak a Református Egyház tagjai rendkívül örülnek, és hát a városba is nagy öröm kíséri ezt a hírt, hogy akkor ez az óvoda fel lesz újítva. Jelezném, hogy a óvodának a tulajdonjoga az a Törökszentmiklós város önkormányzaté, és mi a Református Egyházközség részéről a jó gazdag gondosságával az önkormányzatnak ezt a tulajdonát folyamatosan fejlesztjük. Eddig is már sok millió forintot fordítottunk ennek az épületegységnek a felújítására, üzemeltetésére, és én elmondhatom, hogy a felújítás befejeztével a városnak és a térségnek az egyik legmodernebb, legalkalmatosabb óvodáját fogjuk itt találni a Petőfi úton. Köszönöm szépen. Képviselő úr, népmese ajándékcsomaga mennyiben segíthet abban, hogy az idejáró gyerekek visszataláljanak a magyar néphagyományokhoz, kultúrához?
Hát ez rendkívül sokat tud segíteni, és itt jegyezném meg, hogy itt a mi óvodánkban a hagyományápolás eddig is nagyon szépen haladt, tehát az összes ilyen népi kulturális emléket és hagyományokat nagyon szépen szoktak volt itt őrizni, és lehetett látni a gyerekeknek, hogy azért hála Istennek hallottak már eddig is népmeséket, és volt is nem is egy olyan gyermek, aki már ismerte a képviselők által felolvasott, illetve elmondott mesét is. Ezt mi fontosnak látjuk, hiszen az óvoda a református iskola számára készít elő gyermekeket, hogy azok minél alkalmasabbak legyenek a köznevelésbe való részvételre, és ehhez a népmesék az egy olyan gyönyörű tárház, amelyet nem csak óvodáskorban, hanem a későbbiekben is a gyermekek nagyon szívesen vesznek, ha hallanak. Thank you.